Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a jármű örökségeinket őrző egyesület a járvány alatt többféle módon igyekszik segítséget nyújtani az egészségügyi és szociális intézmények számára. A különböző adományok mellett a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva a szervezet felvállalta az idős otthonok és a kórházi osztályok kerekesszékeinek javítását. Kedden a Markóth Ferenc kórház előtt sorakoztak fel azon tolókocsik, amelyeket az egyesület tagjai teljesen felújítottak. Ezek elhasználódnak, néha letörnek, főleg a lábtartó rész, vagy kidurran a kereke, és elég nehéz megcsinálni, nyilván nem erre van egy kórház berendezkedve, és nagyon-nagyon örültünk ennek a felajánlásnak. Mint látható, gyakorlatilag szinte újjávarázsolták ezeket a elég rossz állapotú ülőkocsikat. A betegszállító szolgálat fogja használni, és a betegeinknek azért ez egy nagyon nagy könnyebbség. Cank Ferenc a jármű örökségeinket őrző egyesület gazdasági vezetője elmondta, a szervezet fontosnak tartotta, hogy segítsen a kórháznak, így az öreg autók és motorkerékpárok helyett belekezdtek a kerekesszékek javításába. Úgy indultunk, hogy 6-ot kaptunk a kórháztól. Meg kell mondani őszintén, hogy a 6-ból 4-et tudtunk felújítani, de aztán, ahogy keresgettük alkatrészeket, segítséget kerestünk rengeteg más egyesülettől, civil személyektől nagyon sok támogatást kaptunk, és így ezt a 6-ot fel tudtuk tornászni 8 olyan székre, amikre azt gondolom, hogy azt lehet mondani, hogy szinte egy teljesen új állapotúak. Hozzátette, a kezdeményezést a jövőben is szeretnék folytatni. Mint mondta, ha kerékkel rendelkező eszközök javításáról van szó, az egyesület továbbra is igyekszik majd segítséget nyújtani a kórház számára.